18. alkalommal szerveztek megyei négykezes találkozót fiatal zongoristák számára a tolnai Fusz János Zeneiskolában. Két évvel ezelőtt sajnos nem tudtuk megrendezni a pandémia miatt. Mindenki számára és számomra is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy találkozzunk, hogy a felkészítő tanárok, a kollégák egy kicsit akár szakmailag is beszélgessenek egymással, a gyerekek megismerkedjenek egymással, hogy amiket hallanak, azokból tanuljanak, hogy hova szeretnének esetleg még eljutni, még mennyire szeretnének fejlődni, és természetesen maga az élmény. 9 zeneiskolából érkeznek vendégek, felkészítő tanárok, Dombóvár, Dunaföldvár, Tamási, Bonyhád, Szekszár, Tolna, Nagymányok, nem szeretnék kihagyni senkit, és azt hiszem Paks. Úgyhogy 48 gyerek érkezik, és körülbelül 27 műsorszám fog elhangozni. Van, akik testvérpár esetleg, és így játszanak négykezest, illetve sok lesz az olyan produkció, ahol a növendék és a felkészítő tanár fog előadni. 3 felkészítő tanárunk által szerepelnek növendékeink, Erősné Máté Évától, Dubai Tamásné Zsuzsanénitől és Selejlő Alexandrától fognak szerepelni saját növendékeink is. A helyi Virág Mátyás 3 éve kezdett el zenével foglalkozni, most 2 darabot hozott a négykezes találkozóra. A barátom is játszik, és akkor én is elkezdtem. Kedvesek a tanárok, meg szeretem a zongorát. Ez a találkozó kiváló alkalmat teremt ahhoz, hogy a térségben zenével foglalkozó fiatalok és tanáraik egymástól tanulva is fejlődjenek. Hoztam 10 növendéket, 6 párost. A közöttük van olyan, aki velem négykezesezik, és vannak gyerekpárosok is. Most már azért hetek óta készülünk, ugye szólóban zongorázni viszonylag egyszerűbb. Négykezesekkel azért össze kell hozni a párokat, együtt kell gyakorolni, talán egy kicsit nehezebb, viszont sok örömet és élményt ad a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy az alapműveltséghez is már elengedhetetlen, és hát a későbbiek folyamán nem is zenészek lesznek, mert ugye nyilván zeneiskolába olyanok jönnek, akik kitűnnek a zenei képességeikkel. Nyilván sokan lesznek közülük zene szeretők, illetve zenei pályára járók, de ha csak alapfokon megtanulnak valamilyen hangszeren, az is óriási dolog a későbbiekben. Előképző 2-től várjuk a gyerekeket. Igazából nem volt kormeghatározás, a hányadik évfolyamban tanul, abba a korcsoportba kerül. A legkisebb növendék úgy azt hiszem, hogy első osztályos, és a legidősebbek pedig 9. korcsoportban vannak, tehát 16-17 éves növendékek. Maga az, hogy zenével foglalkozik, ez már eleve úgy gondolom, hogy maga az érzelmi intelligenciáját azt maximálisan fejleszti. A mi zenei iskolánkban maga az a családias légkör, amiben ide bekerül, egy olyan szociális közeg, amiben csak is jót tanulhat. Itt nem azt mondom, hogy a válogatottja van, de azok a gyerekek járnak ide nyilvánvaló, akik szeretnének is zenélni, illetve a családjukban zenélnek, apa, anya, nagypapa régről táncolt, zenélt, és köze van természetesen ehhez a
kultúrához. Toldán tehát virágzik a zene, és azon belül is a zongoraoktatás. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a városban megtartott találkozón közel 150 gyermek vett részt.